Jó reggelt kívánok! Tartsatok velem és a reggelimmel! Képzeljétek, ez az utolsó egész napunk itt Berlinben. Holnap este indulunk busszal haza. Viszont, ami még izgalmasabb, hogy ez az utolsó egész napom a munkában. Olyannyira kimaxolom, hogy ma még lesz egy egész nap, holnap meg egy fél nap, és ugye holnap megyünk már haza. Viszont utána soha többet nem kell visszajönnöm. Hihetetlen. Még ezen a mai napon túl kell esni. Azt tudom, hogy a holnapi nap, fél nap, 4 óra. Ha az ember életében utoljára csinál valamit, akkor ez ilyen beleégett a fejembe, az így jártam anyátokkal rész, hogy ha amikor utoljára csinál az ember valamit, akkor minden egyszer csak megszépül, és minden olyan nosztalgikus lesz. Szóval tudom, hogy a holnap az már el fog repülni. A ma az nem fog elrepülni, az az igazság. A ma az valószínű csilla lassan fog végigrobogni. De túl fogok rajta esni. Mindenképpen túl fogok rajta esni. Be kell húznom, mert amúgy egy 4 óra múlva el kéne indulnom. Ebédszünetem van, és megyünk a szokásos... Nem, ez nem a szokásos. Most a közeli vietnámiba megyünk. Messzebbi vietnámi van, a közelebbi. Most indulás a közelibe. Mondom, hogy annyi féle kaja van, hogyha egy most egy jó mell, amúgy egy leves is nagyon kívántam volna, hogyha most egy leves kívánok eltek azt is. Imádom a nyári tekercset, imádom a tavaszi tekercset. Lehet kapni csak simán ilyen pattáj-szerű szójaszószos tésztát, most egyébként pont azt kértem. Ja, imádom a bánmét, a szendvicset, az pont itt egyébként nem lehet kapni, egy csomó helyet. Szóval így imádom a salátákat friss mangóval, különböző savanyított retekkel, meg ilyenek, annyira jó az ízvilága. Imádom, hogy rengeteg koriander van benne, meg ilyen magyaró szósz. Ez hiszem, én azt kell mondani, hiszem a vietnámi a legjobb konyha. Eddig a japán volt, de amióta Berlinben élek, átváltotta a vietnámi, és sokkal többet hiszem vietnámi japáncot. És most, amíg itt ülök, addig gyorsan feltöltöm a mai vlogmast. Konkrétan most a munkaszünetemben dolgozom, ami nem annyira ideális, de ez van. Végeztem! Most egyébként moziba fogunk menni, de előtte beugrottam a DM-be. Olyan dolgot szeretnék venni, amit még soha. Mégpedig szeretnék venni, ez látszik egy hülye ötlet, de szeretnék venni önbarnító krémet. Ugyanis ugye tegnap tartottam egy egész monológot arról, hogy mennyire nem érzem jól magam jelenleg a bőrömben. Azon gondolkoztam, hogy nyáron mennyivel szebbnek találom magam, mint télen. És szerintem az egyik oka az biztos, hogy az, hogy nyáron ugye az ember bőre sokkal barnább, és olyan egészségesebbnek néz ki. Szóval én szerintem most jelenleg úgy nézek ki, mint egy hulla, mert elég fehér a bőröm, és közben ahhoz még ilyen óriási kék karikák vannak a szemem alatt, és gondoltam, hogy lehet, hogy sokkal jobban érezném magam a bőrömben, és jobban tetszenék magamnak, hogyha ilyen önbarnító krémet felkednék, mert amúgy a Solitól egy picit idegenkedem, nem tudom miért, mert amúgy biztos, hogy azzal sincsen semmi baj, de valahogy az nagyon nem passzol bele az én esztetikembe szerintem, hogy én elmegyek szolizni, nem tudom, valahogy így nem fér össze a kettő. De gondoltam, egy ilyen kis önbarnító krémmel kezdhetjük, szóval most azt keresem, de abszolút vakon vagyok. Fogalmam sincs, hogy milyen márkájuk kéne, hogy mi, azt tudom, hogy hol lehet megtalálni a DM-ben, szóval most induljunk el egy vadászatra. Ilyet vettem, nem tudom, hogy bárkinek van-e tapasztalata ezzel a márkával, de azért tetszett, mert ide van írva, hogy hány óráig kell rajta hagyni, hogy milyen szint szeretne az ember elérni, és én szerintem akár a másfél óra is talán elég lenne, mert én tényleg csak egy nagyon-nagyon kevés szint szeretnék, szóval hát meglátjuk, izgi. Római shaking. Időközben én megérkeztem a moziba, jóval korábban vagyok. Mennyi az idő? Bő 3-4 óra múlva kezdődik a film. A Markkal kis randi estet tartunk, és megnézzük a Willy Wonkát, ami számomra nagyon izgalmas, mert Timothée Chalamet nagyon hosszú ideig a Celebrity Crush-om volt a legnagyobb. Ugye mindenkinek tök mindenki kapcsolatban van-e vagy nem, kell egy Celebrity Crush, és
nagyon hosszú ideig Timothy volt, de mindig is tudtam, hogy ez nem realisztikus, és nem azért, mert ő egy celeb, hanem azért, mert alacsonyabb nálam, és közben ilyen vékony, szóval nagyon hülyén néznénk ki egymás mellett, szóval mindig is tudtam, hogy ez nem működhet. Egyáltalán még az álmaimban sem. Willy Wonkát meg nagyon-nagyon szerettem gyerekként, szóval én pont 7 éves voltam, amikor a Johnny Deppes verzió kijött, és azt emlékszem, hogy rengetegszer megnéztük. Tényleg egy tök meghatározó filmje a gyerekkoromnak. Kíváncsi vagyok, hogy ez a feldolgozás az milyen lesz. Aminek nem örülök túlzottan, az az, hogy musical. Egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon nem szeretem a musicaleket. Mindig, már egészen gyerekkoromtól kezdve mindig rohadtul idegesített, hogy miért énekeltek? Annyival gyorsabb lenne csak úgy elmondani, amit akartok. Miért kell énekelni? Mivel egy kis mesevirágba viszel, azért mindenképpen van egy ünnepi hangulata, ezért nagyon megszerettem volna nézni még kifejezetten az ünnepek előtt. From Grand Manila, from the markets of Manila, take heed any more than three and you'll end up like the Norula. Esik a hó! Ups! Igen, nekem is annak tetszik a legjobban. És ez jól hangzik. Van egy adag ilyen fancy bombonunk, és közös karácsonyozás gyanánt, ugyanis csizni nem fogunk, mert popcornoztunk mozi közben, nem vagyunk éhesek. Ajándékunk nincs egymásnak, mert erről majd beszélek, hogyha van bármi fejlemény, de az a lényeg, hogy most az egyetlen ünnepi dolog az az adventi kalendárium lesz, és ezeknek a csokiknak a megkóstolása, és ott van egy leírás, hogy melyik, de én nekem most ki kell találnom, hogy milyen. Ennek van a legjobb formája. Karamella? Isten ilyen, folyik benne a karamella. Orange and balsamic caramel. Narancsos, balzsamecetes karamella. Ez nagyon jól hangzik. Végeztünk a karácsonyi ünneplésekkel, és nagyon izgatott vagyok. Egy kis backstory, ez már második éves tradíció. Az a helyzet, hogy mind a kettőnknek szeptemberben van szülinapja, ráadásul Márknak szeptember végén, és én mindig általában megpróbálok nagyon sok energiát beletenni az ajándékába, meg abba, hogy az a nap tökéletes legyen, összeállítok mindig programokat, ezzel indítjuk, itt vacsi, itt ez, ott az, ezt csináljuk, stb. És tavaly azt éreztem, hogy annyi energiát beletettem a szülinapba, hogy ezt egyszerűen most nem fogom tudni überelni karácsonykor. Az egyik kedvenc közös hobbing, amit eléggé én endorszáltam bele így a kapcsolatunkba, az a közös utazás. És azt találtam ki, hogy adjunk egymásnak egy közös utazást, foglaljunk le egy repjegyet, foglaljunk le egy szállást, és menjünk. És tavaly így lett végül Párizs, nem is tudom amúgy, hogy alakult, de szerintem csak nézegettünk random repjegyeket, és akkor az szembe jött, Márk még nem volt, én szeretem Párizst, és akkor így lett belőle egy tök jó kis trip. Beszéltük, hogy legyen idén ugyanez a terv, viszont most azért egy fokkal izgalmasabb úti célt. Nem, mint hogyha Párizs nem lenne izgalmas, természetesen az is nagyon izgalmas, de most úgy érzem, hogy most egy olyan helyre megyünk, ahol még egyikünk sem volt, sőt, annyit elárulok spoiler, hogy még a kontinensen sem volt egyikünk sem. Szóval olyan így be vagyok zsongva. Egyébként ezt nem mondtam, de bekentem magamat az önbarnítóval, és 1 óra 40 perc múlva fogom lemosni, addig pedig vágni fogok. Ezt nem mondtam, de még amúgy sem látszik semmi, szóval lényegtelen. De ha ez összejön, az fú, de nagyon-nagyon-nagyon király lenne. Na igen, és a film az nekem nagyon-nagyon tetszett. Én hangosan nevettem többször is a filmen, pedig egyébként nem vagyok az a nagyon tipikus, hangosan nevető ember. Szerintem Timothy hihetetlenül jól játszott. Hugh Grant nekem annyira vicces volt ebben a filmben, mert az egész szituáció nagyon-nagyon komikus volt. Főleg egy gyerekeknek készült film, de nem gyerekeknek is abszolút élvezhető, sőt, ez nyilván a legtöbb jó gyerekfilmnél ez van, hogy teljesen más csapódik le a felnőtteknek, mint a gyerekeknek, de itt volt az, ahol ez itt tényleg engem így fejbe csapott, hogy úristen, a gyerekek
ezt teljesen máshogy fogják érteni, mint ahogy mondjuk mi értjük, de közben tökre elmagyarázza a gyerekeknek, ilyen nagyon egyszerűen, egy csokis példával levezetve, hogy mennyire elcseszett a világunk, és ez hogy működik. Én nekem nagyon-nagyon tetszett, tényleg mindenkinek javaslom. Amúgy az éneklésről nekem az volt a véleményem, hogy amikor vicces, pörgős dalok voltak, azt tökre élveztem, tehát például amikor volt az a scrub-scrub dal, amikor a mosodában énekeltek egy dalt, szerintem az nagyon, az tökre hozzáadott a filmhez, szórakoztató, stb. De amikor egy ilyen megható pillanatban jött egy dal, na, azt nagyon nem. Akkor egy tök szép, megható pillanat van, és most fakadjunk dalra, az számomra nagyon nyálas, és nagyon rászül a hideg, de az ilyen komikus, pörgős dalok meg szerintem nagyon jól álltak a filmnek. Szóval én így a dalok felét azt lehet, hogy kivettem volna. Ennyi is lett volna ez a videó szerintem, vagy lehet, hogy nem, mert lehet, hogy ezt összekötöm a holnapi vloggal. De minden esetre ennek a napnak most vége, és én megyek vágni, és akkor majd megmutatom, hogy hogy nézek ki önbarnítóban. Nagyon kíváncsi vagyok. Na, sziasztok! Nem tudom, hogy feltűnik-e nektek. Én nekem eléggé feltűnik, de másoknak feltűnik. Kicsit olyan, mint hogyha egy nyaralásból jöttem, és szerintem még amúgy pont oké, és nem tudom, most a fényekben lehet, itt narancssárgában nézek ki a kamerában, de egyébként élőben tök természetes. A csinyát, bínyát az még nem sikerült elsajátítanom, mert kicsit foltos. Itt a karom nagyon. Jézusom! Az a szerencsé, hogy elvileg 24 óráig marad csak fent. Amúgy is. És télen az ember azért inkább hosszújban van, szóval ha ez nyáron történt volna, az most nagyon drámai lenne. Hát ja, szerintem tök jó lett. Tényleg egy sokkal élettel telőbben nézek ki, mint aki kialudta magát. Ha már azért nem aludtam ki magam, egy 5 órát tudtam most aludni, de hogy mintha kialudtam volna magam. Ha már ilyen szépen napbarnítottan állok itt előttetek, a mai napi terv először az, hogy elszaladom 2 játékboltba, mert még a Bobónak az ajándéka hiányzik. Bobó, ha nézed ezt a videót, akkor kapcsold ki. Nem hiszem, hogy a Bobó látta volna valami videót is. A Bobónak szeretnék ajándékot venni, és megvan a fejemben, hogy mit szeretnék, és mindjárt megnézzük, hogy találok-e. Emellett az utolsó munkanapom van. Az utolsó, ezek után bemegyek, soha többet nem kell bemennem. Ez az utolsó definíciója, valóban. Bemegyek, megcsinálom, kijövök, bye bye, see you never. Ja, és a tenyerem hihetetlenül narancsárga, na mindegy. Umbalumba esztetik. Örökre. Végeztem, örökre. A főnököm mondta is, hogy túl boldognak tűnsz, ennek annyira nem örülök. És mondtam, hogy hát bocsi, eljött az idő. Most egy óriási rohanás lesz, mert még be kell fejeznem a mai videót. Plusz pakolni kell, megy a busz. Plusz kiderült, hogy nem lehetett helyet foglalni, és ezért nincs jegyünk, szóval időben ott kell lenni. De még be kell szaladnom a Uniqlo-ba. Egy ajándékot szeretnénk venni valakinek. Képzeljétek, a buszon vagyunk, és sikerült a kedvenc helyemen ülnünk. Ez a legeslegjobb hely szerintem, mert így az ember nem érzi magát klausztrofóbikusan, ugye ez, ami itt van közvetlen a lépcső mellett. Nekem nagyon felszabadító érzés, hogy buszban ülök, de nincs rögtön itt előttem egy más ülés, hanem azért ilyen jóval nagyobb a tér. És hát ja, holnap reggel 5:55-kor érünk haza Budapestre, ha kezdődnek majd a karácsonyi aktivitások, viszont ezt a vlogot le is zárnám. Ja, még annyit akartam mondani, hogy így amúgy tök jó a bőröm, de amikor nagyon erős fényben vagyok, tényleg narancsárga. Szóval, amikor a Márk meglátott, akkor elkezdte az umpa-lumpa dalt énekelni. Várom, hogy lekopjon, és lehet, hogy ez még ha van bármi tippetek ezzel kapcsolatban, azt nagyon szívesen fogadom. De ennyi is lett volna ez a vlog. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Van egy TikTokom és egy Instagram, és nagyon megköszönném, hogyha ott is lecsakolnátok, és találkozunk. Remélhetőleg holnap, szent este. Boldog karácsony mindenkinek, mert már... Ja igen, már karácsony. Boldog karácsony mindenkinek.